bizottság a mai teljesítményi szóbeli felelete alapján ötösre értékelte, a szakdolgozatát a bírálók eredményei és a PPT-k alapján jó érdeményre minősítette, úgyhogy örülünk, hogy itt volt. Ez a hölgy már megkönnyebbülten hagyhatta el a Nyíregyházi Egyetem épületét, kiválóan sikerült a záróvizsgája. A felelet után egy gyors, de alapos fertőtlenítés jön, addig a következő hallgató kesztyűben és maszkban felkészül. Ő egy a 758 záróvizsgázó közül. Azok a hallgatók, akiknek személyesen kell a napokban szóbeli vizsgát tenni, a Neptun rendszeren keresztül előzetesen megkapták a vizsga pontos időpontját. Az UV intézkedések része, hogy 15 percenként váltják egymást a hallgatók a tanteremben, de más szabályokat is be kell tartaniuk a diákoknak. A maszkot az idegesít, azt nagyon nem szeretem már, de hát muszáj, mert kell. De egyébként, hogy ketten kellett, nem tudom, hogy máskor hányan kell, de amúgy engem nem zavart, én nem vagyok egy annyira izgulós fajta, sőt, én mindig úgy elviccelődöm az ilyen komoly dolgokat, úgyhogy még itt is kicsit mosolyra tudtam bírni az oktatókat, a tanárokat, szóval jó volt nekem. Az oktatóknak és az egyetem vezetőségének azonban nem volt egyszerű átszervezni a jól megszokott vizsgakörülményeket. Csak hogy egy adatot mondjak, 16 féle levelet kellett kiküldeni a hallgatóknak, ahhoz, hogy mindenki mindenről tájékozódjon, tehát, hogy van, akinek nincs szóbeli felelete, nem kell tételt húznia, annak csak prezentáció formájában kellett elküldeni a szakdolgozatának a lényegét, tartalmát és a választ a kérdésekre, ugyanez érvényes a portfólióra is. Viszont akinek szóbeli vizsgája volt, azok kaptak egy újabb levelet az általános tájékoztató után, személy szabottan, hogy hány órára kell megjelenniük, és meddig tart a záróvizsgájuk. Egy-egy felletre maximum 10 percet fordíthattak a kollégák, úgy kellett kérdezniük. A szóbeli felelet jegyét pedig egy rövid egyeztetés után azonnal megmondják a hallgatóknak. A kötelező biztonsági intézkedések mellett a vizsgák szerdán kezdődtek a Nyíregyházi Egyetemen, és pénteken érnek véget.